Na jó estét kívánok, sziasztok! Na, gyorsan megállítom, beszéljünk már kettő szót. Hú, gyerekek, de sok minden kimaradt, jó? Silent Hill 2 is kimaradt, ami azt jelenti, hogy sem ti nem kaptatok videót, sem én nem néztem meg magamnak. Továbbra is szenvedni fogok, tudom, hogy sok helyen már megnéztétek, mindenféle okosságok most már vannak menet közben, hogy az a speedrunolunk, no damage egyéb, leszarom, jó? Tehát nekem ez még mindig egy új élmény. Szerintem sokatoknak szintén egyébként. Úgyhogy ezúttal szeretném megkérni azokat, akik már végigtolták egyszer, kétszer, háromszor, hogy semmi spoiler a komment szekcióba, semmi kötekedés a komment szekcióba, jó? Tehát biztos is te, hogy balfaszkodni fogok, de nem baj, végre legalább valamiben balfaszkodhatok. Szóval, itt hagytam legutóbb abba, hogyha valaki nem nézte az előző 14 részt, az nagyon-nagyon-nagyon gyorsan pótolja, különben nem fogja tudni, mi az Isten történt. Itt hagytam abba, hogy kinyitottam a dobozt, aztán roppantó nem volt benne semmi az égvilágon. És valahol volt nekem valami, ami kinyílt, csak tudnám, hogy hol a radai rossebben, ez nagyon érdekelne. Ja. Ugye azt mondtam, hogy majd tovább fogok haladni, miután mentettem egyet. Ott is van, erről van szó akkor. Ott, mi az Isten is van ott? Azt mondja, hogy igen. Ezt lehet, hogy már olvastam legutóbb, tök mindegy, de mindegy. Ő egy angyal. Ja, ezt olvastam, mindegy akkor. Benézünk, biztos, hogy lesz itt valami érdekesség, remélem valami. Inventory-ba. No items, mi a tököm kéne rá igazából? Tehát ezt a részét nem értem, hogy mi kéne rá. Nézzük csak. Lady of the Door, oké, átnéztem, mit nem néztem át igazából, ez nagyon érdekel engem. Halvány, lila fogalmam sincsen, megcsináltam. Basement. Ott nem voltam még véletlenül? Mindegy, tudjátok mit? Ha már itt vagyok, akkor fogom magamat, és valahol itt egy lift. Ezt nem tudom kinyitni, akkor... Nem tudom. Menjünk a legmélyére, aztán meglátjuk, mi lesz. Aha, értem. Köszönjük. Jó, erre nagyon kell figyelnem. Ezt ismerem, oké, hallgatózzunk. Szóval akkor válaszok lesznek majd később, ugye? Oké, igen, tehát akkor bünti lesz, hogyha nem válaszolunk rendesen. Szóval akkor... És mi vagyunk a versenyzők, tök jó. Készen állunk, köszönöm. Igen, tehát, hogy a 1800-as években egy szörnyű betegség ment végig Silent Hillen, és nagyon sokan meghaltak. Igen, beledobálták a hullákat a tóba, köszönjük szépen. Hányan haltak meg a pestisben? 42-en, 67-en, 85-en. Biztos, hogy valahol majd meg fogom tudni? Nem tudom. 42-t választom, mert az ugye az életértelme egyértelmű. Második kérdés. Igen. Egy darab út veszi Lumberyardhoz meg a temetőhöz. Igen. Mi ennek az útnak a neve? Bachman Road lesz az. Nem a Munson Street, ott nem voltam. Ott se voltam, egyes. Jó. Nem jó. Igen, tehát több évvel ezelőtt nagyon durva gyilkosság volt. Oké, tehát egy testvér pár ugye játszott az úton, amikor valaki szétdarabolta őket egy fejszével. Mert ez mindennapos dolog nyilvánvalóan egy kisvárosban. Oké. Igen. Billy Locaint ölték meg, ő volt az egyik. Mi volt a másiknak a neve? Billy tesója. Nem Miriam. Nem Heather. Julia. Julia lesz. Azt hiszem. Okés. Fantastic. The time will soon come to collect your prizes.
But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today. Oké, jó. Ez így érdekes lesz, ez így érdekes lesz. 12 lőszer. 9 lőszer, ez nem sok. Maradjunk annyiba. Más fegyverem meg még nincs igazából, szóval innentől kezdve... Húsz ez meg, de izgulok, de mindenkit szét kell majd vernem igazából, tehát nem lesz B opció, hanem... Így basszus. Hol vagyok? Azt se tudom, hol vagyok. Sitten, ahogy nézem. Valaki már nyomja nekem... Ki a lószar van itt már megint? Pedig elvileg hallanom kéne, hogy honnan jönnek a hangok, de... Nővérke drága, hátulra lecsapjuk! Nem volt rossz, nem volt rossz! Valaki még van valahol? Csak hol? Csak hol? Csőbazd meg! Ezért tart ez sokáig egyébként, mert rendkívüli módon be vagyok fosva. Most nézek mindent, hogy mi van. Mert élettöltőm az meg elvileg egy dekas is, de mindjárt megnézzük, jó? Mindjárt megnézzük. Nem ezt akartam, bocsát. Azt mondja, hogy nem memóz, equipment. Ezt sem akartam. Ja, hogy azért nem mutatja, mert nincs egy deka élettöltőm, hogy szakadna össze, banyag, a kurva életbe. Ha persze, menjünk majd át arra is nyilvánvalóan. Mi van még itt? Nővérke drágával megbeszéltem a történteket. És akkor elvileg ott meg már voltam. Ja, és ha itt kimegyek? Bogár! Oké, jó. Ez egyébként... ez most így fura. Igazából nem tudom, hogy hol vagyok. Vagy miért vagyok itt. Totál úgy mutatja, hogy én itt már voltam, de én rohadtul nem emlékszem rá. Szevasz! Na csezd meg! Hányan vagytok? Hallottam! Pénisz! Oké, ez siker. Jó, csapd le! Kiváló, köszönjük, oké. Ez így nem volt rossz. Nem volt rossz. Egyáltalán nem volt rossz. Akkora rohadt nagy lag van egyébként benne, hogy az olyan félelmetes, tehát nem tudom, hogy miért, nagyon durván. Csak így mindjárt mondom nektek, hogy én mikor látom, hogy mozdul bármit az égvilágon. Jó, ciccentek egyet, amikor megnyomom az ütésgombot, meg még egyet, amikor valóban üt. Jó, na figyeljünk. Tehát ekkora diffi van a kettő között, ami nem egy olyan túlságosan fasz a dolog. De ez van, ezt kell szeretni, na mindegy. Ez a flutyke, ez meg nem tudom, hogy honnan a francból jön, de nem baj, shotgun shell-em már van. Valamit még föl kell itt vennem, vagy nem? Esetleg oda tolni, megcsinálni, megenni. De azt nem esszük meg, pak. Silent Hill, ez egy nagyon-nagyon durván parán rész egyébként. Para rész. Jó, tehát ez brutális. Akkor viszont csak arra tudok menni, úgy látom, mert hogy itt minden le van zárva. Jó, de hát legalább basementben vagyunk. Hol volt az? Itt volt a fal, vagy... Ott volt a fal, oké. Mi lesz még itt, baszki? A kicsikét följebb tekertem egyébként a gammát, mert konkrétan szart se láttam. Az ilyen sarkokon meg be kell néznem, baszis, mert ezek meg bujkálnak. Eléggé szarul játszák a bujócskát egyébként, de játszák. Sajnálatos módon, szóval... Ja, muszáj. Ott sincs senki, nem? Jamesnek a fejét egyébként tényleg érdemes nézni, mert ő egyébként oda néz, amerre van valami. Én azt hittem, hogy itt le kell mennem.
Nézzük, hol vagyok, oké. Arra nem tudok átmenni, szóval kizárásos alapon balra-jobbra megnézzük majd a szobákat. Itt valami? Ott nem tudok bemenni. Hát így meg szar se látok, szóval akkor maradunk ennél, jó? Valahol hallok valamit, vagy valakit. Nem tudom, hogy... Toljátok a kommenteket, jó? Tehát kíváncsi vagyok egyébként, ki az, aki mondjuk végigjátszotta új Silent Hill-t. Ki mennyire szart be tőle, jó? Én rendkívül. Én rendkívül. Biztos egyébként, hogy nekifutok még itt egy-kétszer, akkor egy-kétszer, akkor kaptok majd valami értelmes videót is. Jobbra hallok valamit, de nem tudom, hogy mit. Ott nincs. Tudod mit? Kapsz egy ilyen... Faszom, nem tudok célozni. Hagyja! Jó, okés, fasza. Legalább egy kicsit kus van. Ezt mondjuk én nagyra tudom értékelni. Hogy miért kellett nekem lejönnöm egyébként itt a pincébe, azt nem tudom. Meg nem is élvezem, de ez... Nem tudom miért valamilyen kórház, pince, ez a kettő dolog, ez engem teljes mértékben kiakaszt. És egyébként nem tudom, hogy mennyi a valóság... két Hellsring. Nem tudom, mennyi a valóság alapja, de én egyébként azt olvastam, hogy... A... Nagyon valószínű egyébként, ahogy nézegettem, ezek a manökenek, ezek a lábas jószágok. Hogy ezek igazából abszolút nem hallatszódnak a rádióba egészen addig, amíg meg nem mozdulnak. Ez gáz. Nekem is ez a tapasztalatom egyébként, hogy nagyon nincs semmi az égvilágon egyébként, ami utalna arra, hogy ők valahol bujkálnak, szóval ez így nagyon fasza. Szóljatok meg, kicsit húzzam ki magamnak. Nem fogok rájönni, hol van, na mindegy. Nővérkét, te tudjuk csapni te... Hol a faszba van? Ez egy nagyon jó módszer, hogyha távolról lecsapom, de... Remélem nem lát és megfordul. Na próbálkozzunk. Lófasz! Van ilyenem, figyelj! Azaz! Nightmare nővér, baszki. Ezek valamiért a pisztolyt a sokkal kevésbé szeretik. Nem tudom miért, de hát lőszerem meg semmi, szóval inkább nem fogom elhasználni. Fak. Hol vagyok? Vagy itt be kell kapcsolni valamit egyáltalán, vagy? Nem úgy látom, hogy itt fölmegyünk, megnézem akkor itt hátul azért, hogy valamit eldugtok-e, de... Úgy látom, hogy nyet! Oké. Egyáltalán azt sem tudom, hogy merre kóborolok, oké, ott végignéztem mindent az égvilágon, és ott fogok átjutni, kiváló. Jó. Akkor nézzük a másik felét. Valaki panaszkodott egyébként, hogy az előző részben kifejezetten lassú voltam, meg sokat keringtem oda-vissza, valóban. Én ezt abszolút teljes mértékben aláírom, tehát hogyha pingotok nincsen róla, hogy mi a radai rossebbet kell csinálni, az úgy nem segít egyébként azon, hogyha tempóson kéne haladni. Jó, nem. Valamiért az nagyon fehér. És itt mi van? Az a folyosó ott, az a... Kurva nagy felkiáltójel, az micsoda? Ah, Mária! Mary! Oh. Maria, I thought... Sorry.
Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? Well, we have to find her. Yeah, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone, and I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Come on, let's go look for her. Őszintén egyébként értem Laurát, értem, de ettől függetlenül sokkal szívesebben hagynám, hogy valami megzabálja Silent Hillben, mint hogy megint megpróbálja megmenteni. Jó, azt fölvettem, hogy honnan a francból jött a leányzó, akkor még mindig fingom sincsen, de itt legalább big fucking folyosó van, és ajtók is vannak, vagy nincsenek. Nekem nagyon úgy tűnik egyébként, hogy itt az égvilágon minden be van falazva, szóval nem vagyok beljebb. Menjünk tovább, ott van egy lift valahol. Ha jól láttam, valahol itt kéne lennie neki. Túlmentem rajta, és nincs lift. Arra fel, ó, bazd meg, tudom milyen, fuck, oké. Okay. Így már értem a dolgot. Tudjátok milyen, ugye? Nem tudjátok. Biztos vagyok benne, hogy jó pár nem emlékeztek rá ebből, vagy az Origiből. Tudom, hogy mi fog következni. Letudtunk mindent, szóval csak egyetlen dolog lehet. Az a baj, hogy itt a Nightmare oldalon még nem voltam, szóval halvány lila fingom nincs egyébként, hogy itt még mi van. Nem baj, mert mindent is megnézünk. Ah, azaz, köszi. Köszi. Oké. Eddig jó. És akkor elvileg, hogyha itt kimegyek, akkor, aha, most egy pár dolgot meg tudok nézni, ha igaz. Kivéve, hogy nem. Ez zárva van. Fucking Silent Hill, de komolyan. What the hell is that? Hogy a tökönbe esik itt az eső? Nincsenek szobák? Ez fura. Ez nagyon fura, basztus, ez nagyon fura. Ah, ajtó. Nem nyert. Jó, francba. Sorry. Ott van a medence, nem? Aha, itt a medence. Jó, itt valami, semmi. Nyente, nyisd a nuku. Jó. Azaz. Próbálok mindent összenézni itt, vagy visszanézni. Szerintem nem tudhatják. Mit nem tudhatnak? 13-as, oké. Valakinek vagy megjött, vagy egy elcseszett smiley-t akart rajzolni arra a cuccra, nem tudom eldönteni. Oké, ide nem megyünk le, mert hogy rendkívüli módon Luke van ott a helyén. És akkor mi? És akkor... Most véletlenül fehér? Ja, véletlenül fehér. Oké, annyira zavaró egyébként, hogy fehérrel csinálták meg, ugye, hogy merre fele kell menni. Ebből egyenesen következik, hogy olyan túl sok okosat nem tudok vele csinálni. Többi szobát megpróbáltam egyáltalán meg... nézni, vagy nem. Semmi, nuku. Ezek esetleg, mennyi már Mária, köszönöm. Ez zárva. Akkor csak erre tudok menni? Orvosi szoba?
Hogy mire gondolsz? Mire gondolsz? Az micsoda? Ez egy cutscene. Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Cute, is it? Here, why don't you take it? Thanks. Na, szóval akkor most kaptam még egy gyűrűt, ez tök jó. So, where to now? Egy gyűrű, egy etem, egy iptom. Oké. Okay. És akkor most megyünk, ugye megvannak a gyűrűink, szóval az azt jelenti, hogy elvileg itt, hogyha kimegyek, akkor talán jó vagyok. Talán. Nem vagyok benne biztos, de mindjárt kiderül. És most pedig rossz felé megyek, szóval arra tudok menni? Nem tudok? Nem tudok, mert igazából a... Tényleg, le van ragasztva Banyek, tehát szigetelő szalaggal, és innentől kezdve James számára átjárhatatlan. Tehát ez azért kemény. Na most nekem akkor el kéne mennem a első emelet, hol vagyunk? Nem a basementbe, hanem a Lady of the Door, második emeletre kéne nekem följutnom. Hol van itt a lépcső? Ott nem tudok fölmenni, ebből egyenesen következik, hogy valami mást kéne kitalálnom. De ott az lungeon keresztül megpróbálok átjutni valamin. Jó, megpróbálunk átjutni másfelé. Elvileg. Talán van egy... De miért húzódok le, Banyek? Nagyon figyelek, ez a baj, szemüveg kéne. Bocsánat, van szemüveg, csak nem használom, jó? Tehát mert én ilyen kis izé vagyok. Szóval akkor most... arra nem tudok menni. Arra? Ez mi? Erre viszont igen, ez pozitív. Szóval... az a lépcső is le van zárva. De van ott egy lift elvileg jobbra, szóval föl tudok menni. Gyakorlatilag is tök jó, oké. Na én csak hol a tökönbe volt a... Hol volt a vízcuc, melyik szinten? Második emelet? Lady of the Door, Observation Room, Shower Room. Egyszerűen nem jövök rá, hogy hol a francba kell ezeket megválaszolni. Valamelyik folyosó végén volt még régebben, konyhában talán, de... nem tudom. Mindegy, menjünk fel a lifttel, aztán majd meglátjuk. Lehet egyébként ez egy ilyen elbukható puzzle, nem tudom. Ez majd ki fog derülni menet közben. Ah, juhé! Közben én nagyon hardcore kólát fogok inni, jó? Csak hogy ébren maradjak. Ah. Sosem szoktam kólát venni egyébként, de most úgy gondoltam, hogy nem nagyon kéne kicsesznem magammal, és a kávét nem szeretnék ilyen jó időben, de azért mondjuk megajándékozom magam a némi koffeinnel. Szóval akkor tömjük bele a gyűrűket a lányba. Mármint értitek. James? What's wrong? Let's just get out of here, okay? Azt mondja, mi a baj? Menjünk innen. Tudom, azt szeretném. Megvan, kiváló. What's wrong? I thought you wanted to get out of here.
I know. It's just... Something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Na hát, jól megérkeztünk, kérem szépen, akkor most, persze, hogy lefele megyünk egyébként, ez az érdekes, hogy folyamatosan lefele megyünk, és mégsem megyünk lefele, na mindegy, értitek? Úgyhogy elvégeztetett. Vagy készen van, attól függ, hogy mennyire szépen szeretnétek fogalmazni. Többé nem beteg. Oké. Vagy nem vagyok többé beteg, nem tudom. Na mindegy, ez az érdekes egyébként. Tudjátok mit? Sejtem, hogy mi jön, checkpoint van, nem fogok menteni most, jó? Tehát most megyünk kicsikét még tovább. Egy icipicit még megyünk tovább, meglátjuk, hogy mi lesz még itt. Melyiken tudok bemenni? Jó, ott nem ajtó van, bocsánat. Ezen. Ezt buktam. Akkor még lejjebb. Na szóval azt akartam mondani igazából, hogy egyre lejjebb megyünk, viszont később is lesznek ilyenek, vagy legalábbis gondolom ezt megtartották itt is. Tehát egyre lejjebb megyünk. Viszont ennek ellenére, hogyha kijövünk valahonnan, akkor ugyanúgy az utcafronton vagyunk. Tehát ez így... Ja, érdekes. Mi lesz itt? I know. Ezt el se kapcsolom, mert tudja, hogy futi lesz. Nem kapcsoljuk el. Run! Run! Huss az életedért! Hallom, hogy a hátam mögött van az a pöcs, vagy valahol közelbe. Mondom én! Very fucking közel van. Remélem semmi nem fog agyoncsapni, elkapni egyéb. Nem merek hátra nézni, igazából lehet, hogy nincs is ott. Lehet, hogy... Hol vagyok? Ah, bazd meg. Lehet, hogy piramis bátyó egyébként. Ó, oh, cseszed! 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 Ez közel volt! Miért nyomja Mr. X-ben? Mondja már meg nekem valaki. Ah, hátra akartam nézni. Come on, hurry! És továbbra is az a helyzet, hogy én ugye első alkalom nullás profillal, tehát innentől kezdve ugye gyűjtöm a trófeákat, ha akarom, ha nem. Az zárva, jó. Dráma jelenet van, remélem, hogy nem fog semmiféle fasztarisznyet itt a nyakamba dobni. Légy színe. Kicsit maradjunk már nyugton a seggünkön, jó? Nem, jelenleg még csend van, hál' Istennek, szóval ez tök jó. Aztán a... recepció, nézzük a recepciót, mi van ott bent. Fehér izé van körülötte lepedő, szóval gondolom, hogy itt találok valamit. Vagy csak úgy döntöttek, hogy fehérre fogják mázolni.
Nézzük itt. Semmi, nyente, nyista, nuku. Paket. Akkor nem értem. Itt el tudok menni. Na végre, kaptam egy kulcsot. Tök jó. Oké. És kátszín. Ez egy gyors kátszín volt, szóval... Ja, mindegy, szóval... Ez szerint akkor megkaptam a kulcsot, ki fogok jutni a kórházból. De csak miután itt mentettem egy szép egészségeset, mert fingom nincs, hogy mi vár rám, szóval... Olyan jó megint itt lenni veletek, jó? Remélem holnap is jöttök velem. Biztos vagyok benne, hogy jöttök, jó? Szóval köszönöm szépen. Legyen szép estétek. Sziasztok.